Lázár János, csökken a regisztrált bűncselekmények száma, nő a nyomozási eredményesség. 200 millió forint energetikai fejlesztés az Andrássy Gyula gimnáziumban. Reformáció 500, a Munkácsiban számos festményt és relikviát felvonultató tárlat nyílt. Jó estét kívánok, Önök a 7.tv híradóját látják, Horváth Szabolcs vagyok. Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki sajtótájékoztatóján emlékeztetett arra, hogy a kormány 2010-ben úgy kezdte meg a munkáját, hogy 440-450 ezer között volt a regisztrált bűncselekmények száma. 2016-ra ez a szám 270-290 ezer közé csökkent, mondta. A miniszter hozzátette, 2010-ben 310 emberölés volt, 2016-ban 224, a lopások száma 2010-ben 185 ezer volt, 2016-ban 92 ezer, a rablások száma közel 3400-ról 2016-ra 1141-re csökkent. Hozzátette, a közterületen elkövetett bűncselekmények száma az elmúlt 6 évben 117 ezerről 54 ezerrel csökkent. Lázár János kiemelte, hogy a rendőrség nyomozási eredményessége ezzel egy időben 46%-ról 63%-ra nőtt. Ma Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országának számít, és a magyar nagyvárosok Európa legbiztonságosabb nagyvárosainak számítanak. Ezt azzal tudtuk elérni, hogy összességében 2010 óta 7100 fővel növeltük a rendőrség számát. Ez azt jelenti, hogy a tiszthelyettesi állomány 3500 fővel növekedett, és a határrendészeti állomány pedig 3600 fővel. Békés megyében a szivattyúzások hatására tovább csökkent az elöntött terület nagysága. Mivel a Körösökön az árhullámok levonultak, így a folyók vízszintje megengedi, hogy a belvíz csatornákból gravitációsan is be tudjon folyni a belvíz a folyókba, így szivattyúzásra egyre kevesebb helyen lesz szükség. Jelenleg a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság 9 belvízvédelmi szakaszában készültségérvényben, az elmúlt 24 órában összesen 25 szivattyú telepüzemelt. Az elöntött terület nagysága 10.425 hektár, ebből vetés és szántó közel 7.000 hektár. Tehát csökkent a szivattyúzási igény, ennek azért kettő oka van. Egyrészt, hogy csökkentek a belvízzel elöntött területek nagysága is, csökkent az a vízmennyiség, aminek a levezetése szükséges. Másodszorban pedig a folyókon azok a kisebb árhullámok, amik készültséget nem értek el, de mégis megemelték a folyók vízszintjét, levonultak, és most már a vizek a legtöbb helyen gravitációsan, tehát szivattyúzás nélkül is a folyókba vezethetőek. Mintegy 1,5 milliárd forintból fejlesztik a városi piacot és 4 közoktatási intézményt Békéscsabán. Az Andrássy Gyula gimnázium leány és fiú kollégiumában több mint 200 millió forintos energetikai fejlesztést hajtanak végre, amelyben többek között megújul az intézmény külső homlokzata, valamint kicserélik a nyílászárókat is. Bogár János kollégium vezető invitált a stábunkat az egyik pályázatban szereplő épület ajtaján. A főbejáratra beltéri nyílászárót helyeztek, amely szintén a felújítás része lesz. De emellett példaként a vizes blokkban, valamint több helyiségben is kicserélik a homlokzati ablakokat. Az Andrássy Gyula gimnáziumban több mint 20 éve volt a legutóbbi nagyobb felújítás. Az intézmény vezetése örömmel fogadta ezt a beruházást, azonban a gimnázium főépülete végül kimarad a felújításból. A gimnáziumi főépület az, amely ebben a mostani energetikai felújításban eredetileg benne is volt, ahol például a nyílászáró csere, vagy pedig a fűtés, világítás, illetve az áramrendszernek a felújítása nagyon aktuális lenne. A mostani felújításból ez az épület is kimarad, ezen túl pedig az ebédlőépület és a tornatermi épület sincs túl jó állapotban. A Békéscsabai Városfejlesztési Kft. A terület és település fejlesztési operatív programban pályázott sikeresen. Az önkormányzat már a korábbi években elindította az intézmények energetikai felújítását. Ebből a pályázatból a piacot és 4 közoktatási intézményt, közte a 2 kollégiumi épületet újítják fel. Pincefödém is cserélve lesz, illetve a tetőfödém, ahol szükséges a padlásfödém is új hőszigeteléssel, tehát nem cserélve, hanem új hőszigeteléssel lesz ellátva. Itt is a külső burkolatnak, a külső homlokzatnak lesz a szigetelése, itt és kazáncserére számíthatunk, és új radiátorok is beépítésre kerülnek. A felújítás a tervek szerint 2019 első negyedévében fejeződhet be.
Egyéves az elektronikus személyigazolvány. Az újrat ellátja a tajkártya és az adóazonosító igazolvány funkcióit, de az Európai Unión belül úti okmányként is használható. Egy év elteltével is rengeteg lehetőséget rejt még magában az elektronikus személy. Közel egy éve vehették át az első elektronikus személyigazolványt Békés Csabán. Az azóta eltelt időszakban valamivel több mint 10 000 okmányt adott ki a megyei hivatal. Idén várhatóan az egészségügyi intézmények is hozzáférhetnek a kártyán tárolt adatokhoz, illetve újabb személyes adatokat is rögzítenek azon. Így egyre kevesebb iratot kell magunkkal hordanunk egy-egy ügyintézéshez. És amire számítani lehet várható, az a lakcímadatoknak a megjelenítése a tárolóelemen. Jelen pillanatban az okmányunk fizikailag is megjelenő adatokon túl, tehát a néven, a természetes személyazonosító adatokon, a fényképen, aláíráson kívül. Tavaly év elején sokan kiváltották az új okmányt, amit a kezdetekkor csak hosszas várakozás után lehetett átvenni a megyeszékhelyen. Akik lecserélték régi igazolványokat, azok jellemzően a korábban megszokottak szerint használják azt. Ugyanarra a célra használtuk a személyigazolványt, mint eddig. Ha bankba mentünk készpénzt felvenni, igazolni kellett magunkat. A kártya kevesek által ismert egyik idei újdonsága a vészhelyzeti telefonszám rögzítése. Ilyenkor a kártyán tárolt számot a mentősök is láthatják, így egy esetleges balesetkor értesíteni tudják a közeli hozzátartozókat. Másik újdonság, hogy vasúti bérletek is feltölthetők az igazolványra, így egy utazáshoz elegendő csak a személyt a zsebbe csúsztatni. Igaz, ez a funkció jelenleg csak egy vasútvonalon működik, de kedvező tapasztalatok esetén akár Békés megyében is bevezethetik. A Magyar Szocialista Párt Békés megyei területi szövetségének elnöke szerint nem valósult meg a kormánynak azon ígérete, hogy a megyei önkormányzatokat a területfejlesztés szempontjából helyzetbe hozza. A Varga Zoltán sajtótájékoztatón értékelte a Békés megyei önkormányzat idei első ülését, valamint a terület és település fejlesztési operatív program megyei döntéseit. A szocialista politikus hozzátette, amennyiben nem kerülnek nyilvánosságra, hogy a szakértők mi alapján pontozták az önkormányzati anyagokat, úgy azok megismerése érdekében minden eszközzel fellépnek majd. Már csak azért is érthetetlen ez, hisz közpénzről van szó, ebbe a pályázati körbe csak önkormányzatok pályázhatnak, önkormányzati kötelező feladatokra, az uniós pénz is közpénz, tehát igazából nem is értem, hogy miért van ez a nagy titoktartási dolog. A Jobbik Békés megyei vezetői és a választókerületi elnökök reggelire várták a megyei sajtó képviselőit pénteken. A kötetlen beszélgetés célja az volt, hogy jó kapcsolatot ápoljanak, mondta el Samu Tamás Gergő. A Jobbik megyei elnöke hozzátette, a politikai és nyilvános események a médián keresztül jutnak el a választókhoz, és ezért mindenképpen fontos a pártnak, hogy minél jobb kapcsolatokat alakítsanak ki az újságírókkal megyei szinten is. Megyében két fontos időközi választás lesz most tavasszal, az egyik Szarvason, a másik pedig Végegyházán. Egyiken önkormányzati képviselőt választanak, másiken pedig polgármestert, mind a két helyen úgy érezzük, hogy jó eséllyel indulunk. És hát jövőre országgyűlési választás, ami jobban meghatározza azért a mindennapjainkat, hiszen egy év van hátra nagyjából a választásig, és a jelöltállítási folyamat már elindult nálunk. Kéri László őszinte célja a képeivel felidézni a rég letűnt korokat és azok legendáit. A gyulai festőművész szerint a mitológia, amiből az ihletet meríti, maga a buja gyökér, mely támasza a világnak és átfonja azt. Alkotásaiból Mítoszok és Misztikum címmel nyílt kiállítás a Csaba gyöngyében. Két éve találkoztam a László képeivel, és döntöttünk közösen, hogy még egyszer meg kell ezeket mutatni, illetve az új képeivel kiegészült állatok még egyszer megmutatjuk a nagy érdeműnek. Péter Enikő, a Csaba Gyöngye kiállítás szervezője köszöntőjében felidézte az alkotóval közös korábbi élményeit. A tálatott barátja, Nagy Balázs, a Munkácsi Múzeum régésze nyitotta meg. Szerinte az alkotó mindenki számára érthető és befogadható képeket fest. Manapság az embereknél itt Európában is egyaránt megfél a keresztény világkép, illetve értéklen, de ugyanakkor mindannyian nézzük a különböző horoszkópokat, illetve akár a közösségi hálón, a Facebookon mindenféle keleti, nyugati bölcsességet osztunk meg, ugyanúgy beleférnek taoista, buddhista szövegek, mint akár Szokratész, és tehát ez a sajátos elegy alkot egy mai modern világképet, ami jól megfél mindannyiunknál, és erre mutatnak rá végül is Lacinak is a kép.
A gyulai művész grafikusként dolgozik és gyerekkora óta rajzol. Ennek ellenére nagyon sokáig úgy érezte, hogy a festés kifejezetten távol áll tőle. 7 évvel ezelőtt egy sötét időszakból kilábalva ébredt rá, hogy ebben a formában is ki tudja fejezni önmagát, közvetíteni tudja gyermekkori látomásait, a mítoszok és misztikumok világát. Szeretek utána járni, utána olvasni, valamint, mint mondtam, az empirizmus évek, szeretem ezeket megélni, szeretek kalandozni, túrázni, akkor, mint egy Dionysos kultusznál bort inni akár, és egy átmulatott éjszaka is meg tudik letni. Tehát így ennek a látomásnak, a tudásnak és a személyes tapasztalatoknak a furcsa keveréke ezek. Az akril festmények kísé rendhagyó módon az intézmény 2 kiállító helyén tekinthetőek meg. Az artériumban látható alkotásokkal március 8-áig, az alaksorban elhelyezett képekkel pedig április 18-áig találkozhat a közönség. Nagy lendülettel kezdték a megyei kickboxosok a 2017-es esztendőt. Az elmúlt hétvégén Horvátországban léptek tatamira a békéscsabai lakótelepi ese versenyzői, de a következő hetekben Szlovákiában és Írországban újabb kihívások várják őket. Februárban gyorsítanak a tempón Debreceni Dezső tanítványai, akik egy szintet feljebb lépve még nagyobb összpontosítással készülnek a következő versenyekre. A gárda juniorkorú tehetségei Karlovácsban nagy teszten estek át, hiszen a saját korosztályuk mellett a felnőtt mezőnyben is megmérették magukat. Én úgy érzem, hogy az erőllét az, amiben még jobban kéne fejlődnöm, mert úgy gondolom, hogy a technikai rész az megvan, és tudom is a felnőttek mezőnyében érvényesíteni, de ez még nagyon látszódott, hogy úgy éreztem, hogy a végére már egy kicsit jobban elfáradtam, mint az ellenfelem. A csapat idei első komoly megmérettetésén Horvátországban éremesővel nyitott. Saját kategóriájában a legeredményesebbnek bizonyult. Fontos volt egy kicsit visszarázódjunk a versenyzésbe, mert még nagyon hosszú az út a 2017-es évbe. Mindenféleképpen egy olyan verseny voltunk, ahol nagy mezőny várt ránk, mivel Európa kupáról van szó. Úgyhogy tényleg mindent oda kellett tenni, amit tudunk. Azt gondolom, hogy jó helyt álltunk, szép eredményeket értünk el, de még kell fejlődjünk az év folyamán. A versenyzőknek nem volt könnyű dolguk, de nincs idő megállni, mert egy szlovákiai megmérettetés után újabb rangos, 4000 harcost felvonultató világkupa versenyen, az Irish Open-en kell bizonyítani. Írországra egy ilyen felkészítő verseny lesz, és az Írország ez a világon legnagyobb világkupa, tehát arra összpontosítunk, hogy arra meglegyen minden kondíció, és igazából egy jó formát tudjunk nyújtani. Itt éreztem Horvátországon, hogy nem voltam a legjobb, hiába a 3 arany, úgy éreztem, hogy tudtam volna jobb formát is nyújtani, ezért most gőzerővel készül a Kírországra. A pozsonyi versenyt február 24-e és 26-a között rendezik, míg egy héttel később már Dublinban lesz Ján és a Debreceni Dezsőnek és versenyzőinek. A reformáció 500. évfordulója és a békéscsabai születésű Várkonyi János festőművész 70. születésnapja előtt tiszteleg a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum pénteken megnyílt reformáció 500 Várkonyi 70 című kiállítása. Gyarmati Gabriella művészet történész, a kiállítás kurátora elmondta, a kiállítás valójában 2 tárlatot akar. A múzeum szerette volna méltóképp megünnepelni a reformáció 500. évfordulóját, amelyhez a békéscsabai evangélikus közösségtől kértek segítséget. Ők javasolták, hogy Várkonyi János festőművész önálló kiállítását párosítsák az egyházi témájú tárlathoz. A reformációhoz kapcsolódó kamaratárlaton bemutatnak többek között egy 1727-es kézzel írt, különleges ornamentumokkal és szabadkézi rajzokkal díszített énekeskönyvet, és egy 1700-as évek elejéből származó templomi ónkannát. A Várkonyi 70 kiállítás egyik blokkjában a művész korai 80-as években festett képeit mutatják be, a másikban a reformáció korához kötődő alkotásokat. Luther ábrázolást és Krisztus képeket állítanak ki. A kiállítások április 19-éig tekinthetőek meg, ez idő alatt a múzeum a reformációról szóló előadás sorozatát szervezi meg, főként Békés megyei lelkészek közreműködésével. A tárlatot Gáncs Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke nyitja meg. A reformáció lényege, hogy tulajdonképpen felfedezik újra Isten ajándékait, és ezek közé tartozik a művészet, a festészet, az ének,
a zene, a kézművészet, és épp ezért a kettő az egymás kezét fogva együtt jár, azt a célt szolgálja, hogy felfedezzük, hogy megajándékozottak vagyunk, egy szép világban élünk, amit nem lenne szabad tönkretennünk. A híradó véget ért, ha a továbbiakban is szeretnének friss hírekkel, cikkekkel, magazinműsorokkal találkozni, látogassanak fel az oldalunkra, a behir.hu-ra. Köszönöm figyelmüket, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra!